Pozdravljam naše gledatelje. Vi gledate naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Bošnjačko sjelo je kulturna i gastronomska manifestacija Hrvata u Mađarskoj iz redova skupine bošnjačkih Hrvata. Bošnjački Hrvati iz Pečuške okolice su počeli s ovom tradicionalnim okupljanjem početkom 90. godina, a prvobitna zamisao je bila ta da se ova kulturna društvena manifestacija svake godine održi u kolovozu u nekom od naselja u kojima žive i rade bošnjački Hrvati, kao što su Pogan, Saranta, Kukinj, Udvar, Semej, Katoj, Mišljen. Ove godine se organiziralo već 30. bošnjačko sjelo u Kukinju. Uspješno je održano 30. bošnjačko sjelo u Kukinju. Program je počeo u ranojutarnjim satima natjecanjem u ribolovu, a nastavljen s malonogometnim turnirom. U ranim poslijepodnevnim satima počelo je revijalno kuhanje, gdje su prijavljeni kuhali tradicionalnu sarmu. Dobar dan, zovem se Petar Balaž i stigo sam iz Udvara i pravimo bošnjačku sarmu. To najbolje zna moja majkica, pa hvala Bogu i mama je naučila, pa ja sam već vidio nekoliko puta da kako se radi. Kupili smo meso, onda kiseli kupus i onda doma smo miješali meso, stavili smo uz to slaninu, luka, papriku, bibera, onda treba stavljati jaja i rižu i onda to se miješa i puni se u kupus. Pošto sam član Udvarske hrvatske samouprave, tako dobili smo poziv i uvijek kad nas zovu, mi probamo otići na priredbe i sudjelovati u bilo čemu. Nogomet, ribolov, kuhanje, što treba. Ja sam ujutro počeo sa ribolovom u 7 sati, u 9 se počeo malo nogometni turnir. Tamo udvarske ekipe je postigla 3. mjesto, a sad sam tu i kuvam. Tijekom godine mi imamo prvo, ja mislim, udvarsko veselje, to je tamo početkom 6. mjeseca i pri kraju 5. mjeseca. Onda poslije toga imamo hrvatsko-jezični kamp, to uvijek prije tjedna kad je bučura u selu, to uvijek tamo pri kraju 6. ili početkom 7. mjeseca, pa onda smo u prosincu navikli praviti bošnjački dan. Pored Udvara, na revijalno kuhanje su se prijavili i iz Pogana, koji su tradicionalnu sarmu kuhali pomalo na mađarski način. Köszöntök mindenkit, Kovács Zoltán vagyok, Pogányt képviseljük. Ugye a gyermekeim is őrzik ezt a horvát hagyományt, az iskolában Miroszlávba járnak, és néptáncolnak, és ma is fel fognak lépni, és hát adódott lehetőség arra, hogy főzzünk valamit, hát mi más, mint szármát. Most talán ez egy picit más, mint ahogy ezt a horvátok szokták készíteni, de nagyjából ez úgy néz ki, ugye, hogy megkapja a káposztát az aljára, mi teszünk bele sült oldalast, sonkát, egy kis szalonnát, majd aztán a gombócokat úgy készítjük el, hogy van, amit beleteszünk káposztalevélbe, valamit nem teszünk bele káposztalevélbe. Kapja hozzá ugye a jó magyar kalocsai paprikát, tegyük hozzá, és egyébként mi még egyéb belerakunk külön paradicsomot, és még csípős paprikát is. Ízlések és pofonok, én erre azt szoktam mondani, enyhén egy nagyon pikánsan csípős csak a töltött káposztát, tehát a gyerekek is tudják enni, de ha valaki erősebben szereti, akkor tudunk abból a részéből is tenni. Organizátori su se brinuli i o svim sudionicima programa, tako su kuhali za sve perkelt. József vagyok, Kökénybe élek, ebben a szép nemzetiségi faluba, úgyhogy most pedig a horvát 30. évét van ebben a horvát napokban, és ennek alkalmából tánc, zene, szórakozás, mi meg itt kint csinálunk egy kis pörköltet. Az egyik az vegyes pörkölt lesz, a másik pedig vaddisznó pörkölt, és ezzel szeretnénk megtisztelni az itt vendéglátott embereket, hogy jól érezzék magukat. Hát ugye
rendes standard, ugye a szarvasban van boróka, fokhagyma, paradicsom, paprika, babérlevél, egy kis vadkörtét raktunk bele még, ugye, hogy ízesítésnek. A vegyes pörkölt, az szintén sertéspörkölt, marha és csülök, és abban is hát a hagyományos bors, a só, fokhagyma, hagyma, paradicsom, paprika, és abban is némi egy kis erős paprikát, de nem nyomjuk szét, hanem csak egybe rakjuk be, majd amikor megfőj jobban, akkor kivesszük, hogy ne legyen túl csípős mindenkinek. Fenn egy éve vendéglátozok, ez rám ragadt már, úgyhogy sokat főzök így külön-külön a sportklubnak, a vendéglátóhelyeken, de az én eredeti szakmám az felszolgáló. És, de ugye ragad az emberre ezekből a dolgokból. És akkor felkértek, hogy segítsek megcsinálni, örömmel csinálom. Mivel ugye itt élünk, ahol tudunk, segítünk. Szuper, szuper. Én az is költöztem ide 3 éve, mert ez egy élhető falu, tényleg mindenki foglalkozik mindenkivel, mindenki odafigyel egymás problémára, ha tudnak, akkor segítenek. Polgármester asszonyal az élen, ugye, az kiválóan csinálja itt a dolgokat, hála Isten újra választották, úgyhogy így minden maradt a régibe. Úgyhogy így kerek ez a falu, ahogy van. Novi prijavljenici su pristigli iz Šarloša, koji su kuhali sarmu tako ka... Ja se zovem Emma Pap i mi smo došli iz Šarloša. Mi smo napravili sarmu. A bákóval együtt készítettük, húst szépen megcsináltuk, betöltöttük a káposztába, és otthon főztük meg fa tüzelés alatt. Úgyhogy egy kis füstös ízt kapott a mi káposztánk, kis szármánk. Ó, ezt még a bákótól, még nagyon-nagyon régről, meg még az ük mamától. Meghívást kaptunk, és szeretünk így a közösségbe együtt lenni, a horvátságot minél inkább ápolni, minél inkább megismerni egymást, úgyhogy ezért döntöttünk, hogy jövünk. Taj cjelodnevni program iziskuje mnogo pripreme i truda, što u kukinju ni malo ne fali. Članovi Hrvatske samouprave su se trudili da bude taj dan jedan jako bogat dan i da u programima svatko može pronaći ono što njega zanima. Pa programi su počeli dosta rano, ujutro u 7 sati s ribičkom natjecanjem na našem jezeru, zatim u 9 sati smo imali malo nogometni turnir. Poslije toga je slijedilo, odnosno još i sada traje revijalno kuhanje, kuha se naša bošnjačka sarma. Imamo i svetu misu na hrvatskom jeziku, su predvodi Gabriel Barić na hrvatskom jeziku. Poslije slijedi obilježavanje 25 godina bratimljenja Duboševice i naše kukinja, a poslije slijedi je li naš kulturni program. Poslije kulturnog programa imamo bal, a svira orkestar Planina iz Mohača. Jako sam zahvalna i duša mi je stvarno puna, jer iz godine u godinu osjećamo i doživljavamo da sve više njih se aktiviziraju. Imamo zaista od mladih članova sve do onih najstarijih. Mladi jako rado ukrašavaju, čiste i sve što treba oko folklora rade. Starije bake jako vole nama ispeći kolače. Onih od srednjih godina, mislim, odrasli, oni također kuvaju, pripremaju se. Jako su aktivni članovi i jako smo im zahvalni. Načelnica sela Julija Mali je jedna od onih načelnica koja podupire hrvatske priredbe u svome selu. Tako je bilo i ove godine. Suradnja između mjesne i hrvatske samouprave je izvanredna. A helyi nemzetiségi közösség nagyon aktív. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag minden rendezvényünknek igen aktív résztvevői, a települési szintű rendezvényeknek is aktív résztvevői, de hát a nemzetiségi programjaink azok pedig én azt hiszem, hogy magukért beszélnek, tényleg nagyon-nagyon sok résztvevővel, nagyon aktív és nagyon összefogott készülődéssel, egy fantasztikus rendezéssel, és én azt hiszem, hogy tényleg egy olyan nemzetiségi összefogás készülnek mindig, hogy én azt hiszem, hogy megyei szintű hírűek, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk rá, és büszkék is vagyunk minden egyes alkalommal. Tehát nemzetiségi programokat minden eszközzel, minden személyi jelenléttel és anyagilag is igyekszünk támogatni minden évben. Én azt hiszem, hogy ezek a rendezvények hűen tükrözik a település mi voltját, a nemzetiségi identitását. Ez a hagyománya, a gyökere ennek a településnek, és
ezt én azt hiszem, hogy méltón kell minden egyes alkalommal megünnepelnünk. Tiekomo velu jubilárne priredbe se podpisalo i poveja s bratskim naseljem Duboševicom, koja već više desetljeća traje. Dobar dan vašim gledateljima i mještanima Kukinja, našim dragim prijateljima. Ja sam Saša Ivičin, predstavnik sela Duboševica i zaslanik načelnika općine Draž, gospodina Stipana Šašlina. Pa ovo nije slučajno. Naše prijateljstvo sa Kukinjom traje još od 80-ih godina. Znači, to je krenulo jako davno na inicijativu mog oca Josipa Ivičina i predsjednika folklora gospodine Matija Damjanova, a sa strane Kukinja tu su bili Đuri Katarađi i Iva Grišnik. I ta suradnja traje, kažem, već dugi niz godina, posjećujemo se na raznim manifestacijama, oni su dolazili kod nas, mi smo dolazili tu. Ja sam još bio dijete, kad je to sve krenulo, dečkić, kao član taburaškog sastava Šokačka grana iz Duboševice, znali smo tu svirati i zabave, i veselja, i svašta nešto, krvatske balove u pečuku i tako. Da. Ovo prijateljstvo, znači prva povelja o prijateljstvu je potpisana daleke 99. godine, kada je, mislim da je načelnik, da, bio načelnik Iva Grišnik, a s naše strane je to potpisao načelnik općine Draž, Vinko Guksić i predsjednik mjesnog odbora Aleksandar Kreko. Znači, od 99. godine službeno, a prije toga dugi niz godina prijateljstvo traje i traje i traje. I drago mi je da se danas isto tako na vašem bošnjačkom sjelu obnavlja ta povelja o prijateljstvu. Službeno 25 godina. Nažalost, načelnik nije tu, ne može on točno potpisati, ali to samo potpisivanje nije problem. Bitno je ovo prijateljstvo, bitni su naši susreti i bitno je da ta suradnja potraje još dugi, dugi niz godina. Pored Renate Božanović, u tijeku organizacija je bila i Rita Klajić, koja je s ljubavlju očekivala sve sudionike programa tijekom dana. Za današnji dan, kao uvijek, imali smo revijalno kuhanje, imali smo mali nogomet i imali smo ribolov. Ribolovu smo imali 11 grupa, nogomet 3 sela, 3 naselja, a revijalno kuhanje 5. Nastupat će kud Marica iz Salante kud Ladislava Matušek iz Kukinje i Tanac, i imamo goste iz Duboševice kud Baranski Šokci. A oni su, Duboševica nam je prijateljsko naselje i sad imamo obljetnicu potpisivanja prijateljstva, 25. obljetnicu. U 16 sati u mjesnoj crkvi služena sveta misa koju je predvodio velečasni Gabrijel Barić. Nakon mise uslijedio je mimohod i zajedničko kolo svih folkloraša ispred Doma kulture. U folklornom programu sudjelovali su kud Marica, kud Ladislav Matušek i kud Tanac. Tu sam danas zato pošto nastupam, došla sam pomoć mami i zapravo pošto sam tu rođena u ovom selu, osjećam se kao da moram biti tu. Pa mislim zato jer imamo puno programa, iako ne baš u Kukinju, ali na primjer idu u kazalište, starije žene i tako. I pa ne znam, probamo održati sve to da se ne izgubi to hrvatstvo. Završetak dana bio je hrvatski bal uz mlade svirače iz Mohača, uz orkestar Planine. Hvala vam na današnjoj pažnji. Vidimo se opet.